Hivatalosan is átadták a munkaterületet, így már a napokban megkezdődhet Szekszárdon a Palánki út felé vezető kerékpárút építése. A beruházásra több mint 314 millió forint Európai Uniós támogatást nyert az önkormányzat. A cél, hogy egy biztonságos lehetőséget nyújtsanak azoknak a lakosoknak, akik szívesen ülnek biciklire. Összesen 1500-1600 folyóméter fog itt megépülni, és hát gyakorlatilag itt a biztonságos közlekedésnek a feltétele, és ha egy kicsit távolabbra tekintünk, gyakorlatilag ez a rész csatlakozna a Tolnán és a Domborit összekötő kerékpárúthoz. Most a négy ütemből álló projekt második és harmadik szakasza valósulhat meg. Ennek során az újvárosi temetőtől a Palánki körforgalomig 578 méter hosszú gyalog és kerékpárút épül a már meglévő járda szélesítésével. Ezt követően pedig a város határát jelző tábláig 735 méteren lesz kétirányú biciklisáv. Továbbá a körforgalomtól a buszmegállóig tartó szakaszon szintén gyalog és kerékpárút készül. A kivitelező részéről is megvan a megfelelő elszántság, hozzáértés, bízunk benne, hogy tartani tudják a határidőt, és akkor a rossz idő beálltáig ez a szakasz itt el tud készülni, és biztonságosan fogja szolgálni az erre gyalog és kerékpáron érkező embereket. A tervek szerint szeptember végére épül meg a kerékpárút Szekszárdon.